Om az elsődleges mantra, úgymond a mantrák mantrája. Úgy is mondhatnánk, hogy abból a rezgés színből, vagy tudat színből fakad minden más. Valahogy megkísérelnék egy nagyon hétköznapi példát mondani a mantra működéséhez. Hát ahogyan ugye egy szimfónia az nem csupán hangjegyek sorozatából áll, amik ott vannak a kottában, és a kotta soha nem képes visszaadni azt az élményt, amit mi átélünk egy hangversenyteremben. Ugyanígy a mantra sem lesz egyenlő a formális jelentésével sohasem. Megkísérelhetjük természetesen intellektuálisan megközelíteni, és valamennyire szükség is van erre, hogy tudjunk, hogy mivel foglalkozunk. De soha nem a mantra külsődleges jelentése fogja hordozni a lényeget. A zenében ugye az történik, hogy van egy intuitív, felvevőképes ember, a zeneszerző, aki a belső hallásával hallja a zenei hangokat, és ezt képes úgymond különálló hangszerekre komponálni azt a fantasztikus belső rezgés minőséget, amit aztán egy kotta alapján egy zenekar le tud játszani. És akkor mi élvezhetjük a hangversenyteremben. És nagyon hasonló módon a szentek, a bölcsek, a risik a belsejükben hallják. Hát mint ahogy az Eben Alexander, ahogy mondtam az előző példában, ugye a halál közeli élményében, csak egy jóginak vagy egy bölcsnek nem kell ahhoz a fizikai halál küszöbére jutni, hogy ez megtörténjen, ő a meditációjában hallja ezt a belső hangfolyamot. A nyugati világban leginkább a szférák zenéjeként szoktuk ezt a kifejezést ismerni. Indiában úgy nevezik, hogy náda vagy shabd. És ezt a mi emberi nyelvünkre le tudja fordítani, értelmes mondatokba vagy szavakba rendezni, bár léteznek olyan mantrák, a mag mantrák, vagy bija mantrák, amelyeknek nincs szótári jelentése, tehát azok annyira eszenciálisak, hogy még szótári jelentésük nincs, de a legtöbb mantrának van valamilyen emberi nyelvben kifejezhető jelentése. Hogy mennyire komoly az a rezgés, amit megérezhetünk egy mantra által, megint csak egy hétköznapi példa, lehet, hogy ismerős Emoto professzornak a neve. Ő volt az, aki néhány évtizeddel ezelőtt ugye elkezdte fényképezni a lefagyasztott jégkristályokat, miután valamilyen információt közölt a vízzel. Tehát valamilyen zenét játszott le a víznek, valamilyen szimbólumot rajzolt, és arra tette a vizet, és hagyta rajta állni. Valamilyen értelmezhető szót írt a vízes edényre. És utána lefagyasztotta és lefényképezte, persze ez speciális ilyen mikroszkópikus berendezések szükségesek, de utána megmutatta a világnak, hogy milyen az, amikor egy gyönyörűséges népdal, vagy egy szakrális zene, vagy egy klasszikus zenei darabnak a rezgései ott maradnak mintaként a lefagyasztott jégben, gyönyörű kristályok keletkeznek. És sajnos tudjuk, hogy a heavy metal zene az egyáltalán nem szép kristályokat eredményez, borzalmas struktúrákat eredményez. Tehát a mantrák olyan magas rendű dolgok, hogy azok egyértelműen nagyon szép formációkat hoznak létre, és hát ha belegondolunk, hogy a testünk jelentős része az vízből áll, tehát hogyha mantrikus dolgokkal, szakrális dolgokkal tápláljuk a lényünket, akár úgy, hogy hallgatjuk, akár úgy, hogy mi énekeljük kifelé, annak a rezgés mintázata ott marad. És ez csodálatos. A most következő mantra egy hát úgynevezett megtisztító mantra, Pavamana mantrának is nevezik, egy elterjedt mantra. A szó szerinti fordítása valahogy úgy fest, hogy Óm, vezess engem a káprázatból az igazságba, vezess a sötétségből a fénybe, vezess a halálból az örök élet nektárjához. Óm Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritamgamaya. Megtisztító mantra, de egyébként guru mantraként is szokták emlegetni, bár lesz később majd egy klasszikus guru mantránk.
És akkor visszautalnék arra, amit itt felírtam, ugye a szatva minősége szerepel ebben a bizonyos mantrában. Méghozzá egy fosztóképzővel, tehát hogy asszató, az A az egy fosztóképző, a szathoz képest a könnyedség, a tisztaság, az emelkedettség az isteniséghez képest, ennek az ellentetje. Tehát a káprázat világa, a mája világa. Tehát asszató ma szatgamája, vagy szatgamája, ugye mert kiejtésben torzul, ugye a valóság világa felé, szatgamája. Tamaszó ma zsiótérgamája, ugye tamasz, a nehézkesség, a sötétség, a tompaság, az anyagiság világából. Tamaszó ma zsiótérgamája, a fénybe. Zsiótér, ugye tudjuk a védikus asztrológiát nevezik, hogy a fénytudománya Jyotish. Jyotish. Tehát tamaszoma jyotirgamaya, a sötétségből, a tompaságból, az anyagiságból, a fény felé. És mrityorma amritamgamaya, mrityor az a mulandóság, és az amrit megint csak egy fosztóképzős kifejezés, mert a mrityur az a halhatatlanság, bocsánat, a mrityur a halandóság, és a fosztóképző az amrit pedig a halhatatlanság világa, vagy az örök élet nektárja. És abból, amit az előzőekben mondtam a rezgésekről, és ennek a mantrának a fordításából következik, hogy a mantrák nem egyenlőek a hétköznapi kifejezésekkel, főképpen nem egyenlőek a pozitív megerősítésekkel, még akkor is, ha azok nagyon fontos dolgok, de nem tudunk saját magunknak mantrát gyártani. Azért is emelem ezt ki, mert annyira gyakran látom az interneten, hogy mindenféle kifejezések úgy szerepelnek, mint mantra. Holott a pozitív megerősítések azok az elme és a személyiség szintjén belül vannak, ezen vonal alatt, bőven, és a mantrák pedig ennél magasabbról származnak. A mantra az nem csupán egy szó, a mantra az egy nagyon-nagyon komoly rezgési és információs csomag, és rendelkeznie kell azzal a minőséggel, ahová a gyakorló tudatát hivatott felemelni. Úgy is mondhatjuk, hogy a mantra egy spirituális erővel töltött hang, amely táplálja és gyógyítja a tudatot. Azt is mondhatnánk a fizika nyelvén, hogy a mantrák azok pszichés kvantumok tulajdonképpen. Még a működéséről, mert ez is egy fontos dolog, hogy... Én is. De csak bízom benne, hogy nem szólal meg. Szóval a gyakorlás során a mantra az egyfajta csatornát válja a mély tudatban. És minél hosszabb ideig gyakorlunk, annál inkább az történik, hogy a memória bank vagy a mély tudat, mindegy, hogyan fogalmazunk, egyre inkább feltöltődik ezek a rezgésekkel. Ahogy az Emoto professzornak a jéglistáján látszik, hogy milyen formációt hoz létre egy szakrális dal, egy mantra, ugyanezt történik bennünk, csupán ez kitartó művelést igényel, de előbb-utóbb ez fog történni. Úgy is mondhatjuk, hogy a mantra az olyan, mint amikor a termőföldet ugye úgy öntözik meg, hogy egy folyónak a vizét egy csatornán keresztül oda vezetik a termőföldre. Itt a magasabb tudatosságnak a hullámait vezetjük a hétköznapi énünkhöz, a személyiségünkhöz. A himalájai joga hagyományban, meg valószínűleg más hagyományokban is, csak én itt olvastam róla, ezért mondom így, úgy mondják, hogy a mantra gyakorlásának van három fokozata, vagy három fázisa és négy állapota. És akkor ezeket felírtam, csak nyitogatok, hogy amit a hangképző szerveink által kiadunk, amikor énekelünk, ezt úgy nevezik, hogy vaikari. Tehát, ami a hangképző szervek által kimondható, és amit ugye auditívan fülünkkel hallunk. Van egy olyan fázisa, amit úgy nevezek, hogy madhyama, szó szerint az középső fázis, mert a három közül tényleg a középső. Ez már egy szubtilisebb minőség, szokták úgy is nevezni, hogy
például a gondolatok formájában, tehát amikor valaki belül ismétli a mantrát magában, akkor ez a gondolatok útján ismételt mantra, ez a Madhyama szintje. Létezik egy pásjánti szint, amit lelki hangnak is mondanak. Ez egy elmélyült tudatosság mindenképpen, tehát nem könnyű eljutni idáig. Nagyon sokszor az történik, hogyha valaki idáig eljut, akkor úgy érzékeli, hogy felgyorsul belül a mantra gyakorlás. De nem azért, mert olyan gyorsan mondja, hanem mert olyan gyorsan rezeg. Tehát ez a három fázis, és létezik egy negyedik, ami nem fázis, hanem egy állapot, ezt úgy nevezik, hogy paranáda. Azt ugye említettem, hogy a náda az a hangfolyamnak az egyik titulusa, náda. És a para ez ugyanaz, mint a nyugati nyelvekben, ugye hát a indo-európai nyelvcsaládként is szokott emlegetni a szanszkrit nyelvet, para, ugye valamint túl, valami mellett, vagy valami inkább valamint túl, para, náda. Ez a legcsendesebb és legtisztább alakja. És a gyakorlás során ezt sokszor mondják, azokon a jóga ösvényeken, ahol a hangfolyam hallgatásának vagy a mantrának különös jelentősége van, hogy a mantra egy bizonyos szintig elvisz, de egy bizonyos ponton túl nyilván elhalkul. Hát a legvégső szinten nem létezik bármiféle formálisan hallható hang.